December 8-án a Gödöllői Művészetek Házában mutatta be a Talamba ütőegyüttes Spirit of Life című új albumát. A bemutatón közreműködött a Harmónia Garden. A zenei est egy Bach kantátával kezdődött, amit azonban nem az együttes tagjai, hanem egy fagolyó szólaltatott meg. Ami a világ leghosszabb xilofonját mutatta be, Johann Sebastian Bach 140-es kantátájának a korál dallamára, és így a rekord kísérlete, illetve a xilofonnak a ma esti koncertben betöltött szerepéhez nagyon jól illeszkedett ez az intro videó, és ugye karácsony közelettével úgy gondoltuk, maga a dallam is nagyon, nagyon jól illeszkedik az alkalomhoz. A koncert keretében egy világrekord beállításra is sor került, ugyanis Zombor Levente, az együttes vezetője, egy percen keresztül szólaltatta meg a xilofont, amin az úgynevezett kromatikus skálát ütötte le. 3, 2, 1, 2. A szünetben aztán közjegyző jelenlétében a nagy sebességű kamera felvételét elemezve számolták ki, hogy hány leütés is született meg ez alatt az egy perc alatt. Xilofonon az egy perc alatt leütött legtöbb hang kromatikus skálában váltott kézzel. Ilyen rekord még ebben a formában még nem született a világon, és úgy gondoltam, hogy a koncert keretében egy ilyen kis, mondjuk azt, hogy egy ilyen show elemet beemelünk. Az, hogy mennyit fogok, vagy mennyit sikerült ütnöm, ezt még most a bizottság számolja. De egyébként azért tartottam fontosnak, egy saját magamnak egy kihívás, illetve készített arra, hogy jó sokat gyakoroljak a koncert előtt. A nagy sikerű koncert második részének elején dr. Gémesi György jelentette be, hogy sikerült a világrekord kísérlet 862 leütéssel.